Köszöntöm nézőinket, Önök a TV Szentendre híradóját látják. Elsőként nézzük mai témáinkat röviden. Idősügyi tanács túl az idei év első fórumán. MH Altiszti Akadémia nyílt napot tartottak Szentendrén. Központi írásbeli felvételi 5 intézményben írtak Szentendrén a diákok. Nyílt napot tartottak az MH Altiszti Akadémián csütörtökön délelőtt. A programok egészen kora délutánig tartottak, amire több mint 150 érdeklődő érkezett. A nyílt nap középpontjában az új képzési rendszer állt, az acélkocka. A nyílt napot tegnap 9 órai kezdettel tartották meg, az eseményt Pozó Tibor tandártábornok parancsnok nyitotta meg az Akadémia Színház termében. Nagy szeretettel üdvözöljük a fiatalokat, mindig jó fiatalok körében lenni, mert akkor magunk is megfiatalodunk. Várjuk azt, hogy a következő évre, a következő tanévre hát új hallgatóink legyenek. Tulajdonképpen elindul a Magyar Honvédségnél egy új altiszképzési rendszer. Ezt mi úgy hívjuk, hogy az acélkocka altiszképzési rendszer. Gyakorlatiasabb, célirányosabb altiszképzést fogunk végrehajtani, és hát a fiatalokat szeretnénk, hogy minél többen álljanak csatasorba. Érettségi. Ugye, mint egyik nagy alapfeltétel az érettségi, tehát érettségizett fiatal fiúkat és fiatal lányokat várunk, arra, hogy jöjjenek ide hozzánk Szentendrére, legyenek a Magyar Honvédség ifjú katonái, legyenek a Magyar Honvédség ifjú altisz jelöltjei. A dandártábornok köszöntő beszéde után Négyesi Tibor főtörzs zászlós tájékoztató beszédet tartott, mely után az érkező fiatalok kérdéseket is feltehettek. Kormányzati cél az, hogy a Magyar Honvédség 2026-ra a térség meghatározó hadereje legyen. Ahhoz, hogy ez a cél teljesüljön, ahhoz nem elég csak megvásárolni az eszközöket, nem elég új repülőket venni, új harckocsikat venni, hanem a személyi állománynak a felkészítése legalább olyan fontos. A tájékoztató beszéd után a fiatalokat csoportokba rendezték, majd így vezették körbe őket az épületben, ahol a bemutató termeket is megnézhették. A katonai bevonulás feltételekhez kötött. Ahogy mondtam és megismétlem, érettségi bizonyítvány, ez egy alapfeltétel. Maga a fedhetetlenség, tehát egy úgynevezett, idézőjelben mondom, erkölcsi bizonyítvány kell, hiszen nem kell ezt azt hiszem senkinek tovább boncolgatnom, hogy miért. Illetve szeretnénk, hogyha fizikailag és szellemileg is erős fiatalok jönnének a rendszerbe. Ehhez majd az kell, hogy Kecskeméten az egészségügyi alkalmasság vizsgáló intézetünkben fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálat a fiatal fiúk és a fiatal lányok feleljenek meg. Hogyha bármelyik szakterület, és engedjék meg, hogy így mondjam, ha az egészségügyi, fizikai, pszichikai nem felel meg, akkor sajnos nem tudjuk a rendszerbe betenni a fiatal fiúkat és a fiatal lányokat. A maga nemébe mindegyik nehéz. Nyilvánvaló, a fiatal életkoruk feltételezi azt, hogy egészségesek. Viszont, hát szakorvosaink majd meg fogják őket nézni. Fizikainál? Igen, teljesíteniük kell fizikai követelményeket, komoly fizikai követelményeket kell teljesíteni. Gondolok itt például a 3200 méteres futásra, és nem elég annyi a fiataloknak, hogy csak lefutják, hanem itt bizony szintidőket is kell nekik teljesíteni. És ugyanígy van a fekvőtámasszal is, és ugyanígy van a felüléssel is. Bizony, az ismétlés számok azok nem mindegy, hogy milyenek. Több iskolából is részt vettek az eseményen, az ország különböző pontjairól érkeztek fiatalok az MH Altiszti Akadémiára. A legtöbben a Hunyadi Szakgimnáziumból, a Tankároly Ökoiskolából, valamint a Váci Mihály Ipari Szakgimnáziumból jöttek el. Középiskolákat vártunk, próbálunk széles spektrumba megszólítani fiatalokat. Tulajdonképpen a 21. század technikájának a segítségével az egész Magyarországon, minden középiskolában, minden gyerek, ha rámegy az internetre, látja azt, hogy a acélkocka altiszképzési rendszernek a toborzó felületét látja, és látja azt, hogy milyen követelmények vannak, és látják azt, hogy tulajdonképpen milyen
idézőjelben mondom, milyen apanást tudunk a részükre adni. Az érdeklődőknek készültek többek között fegyvertechnikai és harcászati bemutatóval, valamint a katonai elhelyezési körletet is megnézhették. Fiatal fiúk és lányok tájékoztatókat fognak meghallgatni, hogy ne csak az internet felületről értesüljenek arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez az acélkocka altiszt képzési rendszer, mi vár rájuk, mit jelent az, hogy altiszt. A programokat természetesen nem csak előadásokkal színesítjük, hanem gyakorlati bemutatóval is, és hát mivel délután fejeződik be a program, azért kedveskedünk nekik egy kis katonás étellen, mondjuk egy bográcsgulyással is. Tehát színes programok várnak a fiúkra, a lányokra, a nevelőkre, a szülőkre, akik elkísérték a fiatalokat, és nagy szeretettel vártuk őket. Bővebb információk a képzésekkel kapcsolatban az MH Altiszti Akadémia hivatalos weboldalán találhatók. Megtartotta idei első fórumát a Városháza dísztermében a Szentendrei Idősügyi Tanács január 22-én. A fórumon részt vettek a Szentendrei Nyugdíjas Egyesületek és a Gondozási Központ vezetői és tagjai. A tanácskozáson ismertették az idei évre kidolgozott kimondottan időseknek szóló sport, egészség megőrző, oktatási, kulturális és közösségi programokat. Az Egészséges Városért közalapítvány aktualitásairól ismertette a megjelenteket Gerőcs Katalin, EVK elnök, aki tájékoztatót tartott az Egészségfejlesztési Iroda és a SEVIP Praxis közösség működéséről is. Kovács László rendőr ezredes fontos információkat osztott meg a megjelentekkel. Az egyre gyakoribb és az időseket célzó telefonos, úgynevezett unokázós csalók módszereire, az ezzel kapcsolatos veszélyekre hívta fel a figyelmet a rendőrség vezetője. A szenior korúak oktatási programját, az Aranykor Központ féléves tervét Jászberényi József ismertette a központ elnöke. Megírták a diákok a központi felvételi vizsgákat január 19-én. A tanulóknak Szentendrén 5 középiskolai intézményben volt lehetőségük számot adni tudásukról. Az eredményeket tegnap nézhették meg az érintettek. Magyarból és matematikából írtak központi felvételi vizsgát a középfokú iskolákba jelentkező tanulók. A dolgozatok megírásához 2x45 perc állt rendelkezésükre. Szentendrén 5 intézményben tartották meg a vizsgákat, köztük a Szentendrei Móricz Zsigmond gimnáziumban, a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumban, a Ferences gimnáziumban, a Szentendrei Református gimnáziumban, valamint a Petzel József szakközépiskolában. Van egy hivatalos protokoll, ugye, hogy a tanulók az általános iskolából a középfokú oktatásba átkerülnek, és ennek a protokollnak a része ez az eljárás. Azokra is ugyanez a felvételi eljárás vonatkozik, akik 4 vagy 5 osztályos középiskolákba, 6 vagy 8 osztályos gimnáziumokba, vagy az Arany János tehetséggondozó programba nyújtják be jelentkezésüket. Ez a felvételi eljárás, ennek az eredménye dönti el gyakorlatilag, hogy ők majd de melyik középfokú oktatási intézményben járnak felvételt. A központi írásbeli vizsgát bármelyik intézményben megírhatták, attól függetlenül, hogy melyik iskolában szeretnének tovább tanulni. Az igazgató elmondása szerint idén közel 40 fővel többen írták meg a dolgozatokat a Petzel intézményben. Közel 200-an jelentkeztek azok a fiatalok, akik itt a mi iskolánkban szeretnék megírni ugye a központi felvételit. Ez persze nem azt jelenti, hogy mind a 180-an ide fognak érkezni az iskolánkba, bár szeretnénk, ha minél többen lennének nyilván közülük, akik a szakképzést választják, de ez ugye nem egyenes következmény. Mi egy kijelölt iskola vagyunk, ahol meg lehet írni ezt a dolgozatot. Vártuk a tanulókat, sokan vannak, többen egyébként, mint tavaly. Nyilván mi is közzétesszük a felvételi listát, és ezt követően várjuk a tanulókat. Jelenleg, pontosabban a következő tanévre, a szakgimnáziumi képzésben 3 területet, 3 ágazati területet jelöltünk meg. Ez
bővebb kínálat, mint a tavalyi, hiszen tavaly vendéglátóipar ágazatban volt csak képzésünk. Ebben az évben ezt az ágazatot, tehát a vendéglátóipari ágazat mellé felajánljuk a kereskedelmi és a közlekedés szállítmányozás ágazati irányt is. Tulajdonképpen egy 4+1 éves rendszerben azt gondolom, hogy egy rendkívül piacképes történet, amit mi felajánljuk a fiatalokat. A szakközépiskolai képzésünkben pedig ugye először szakmát tanulnak a fiatalok, konkrétan a szakács, cukrász, pincér, eladó és karosszéri alakatos szakmákat hirdettünk. Itt 3 évig ugye szakmai elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek a fiatalok majd, ha úgy döntenek, akkor további 2 év alatt egy könnyített érettségire készítjük fel őket. Ez azt jelenti, hogy akkor már csak 4 érettségi tantárgyra kell készülniük, mert a megszerzett, tehát a korábban megszerzett szakmai végzettségét elismeri a rendszer 5. érettségi tantárgynak. Az igazgató elmondása szerint a középfokú intézmények között ők is több képzési lehetőséget kínálnak, így például a diákok jelentkezhetnek majd a szakgimnáziumi képzésre, ahol szakmai tudást és érettségit is szerezhetnek. A központi felvételi vizsgák megírását úgy oldották meg, hogy a tanulási nehézségekkel küzdők előtt se legyen akadály. A jogszabály ezt szabályozza, hogy milyen könnyítést kaphatnak ezek a fiatalok. Ez azt jelenti számukra, hogy egyrészt 15 perccel tovább írhatják a dolgozatokat, tehát mind a magyart, mind pedig a matematikán, illetve akinek a szakértői véleménye alapján valamilyen egyéb eszközre szüksége van, amit az eddigi tanulmányai alapján is megengedőleg használhatott, természetesen ezzel a könnyítéssel ők élhetnek, és élnek is, mert többen vannak, akik így módon készítik most a feladataikat. A tanulóink hátteréből adódóan szükség is van arra, hogy itt olyan pedagógusok dolgozzanak, akik igazi pedagógus vénával rendelkeznek, együttérzők és beleérzők, segítő, támogató légkört biztosítanak a fiataloknak, és a mi pedagógusaink ilyenek. Például matematika tanára nem lenne, vagy lesz szükségünk az elkövetkezendő tanévben. Nyilván az álláshelyeket meghirdetjük, vagy meg fogjuk hirdetni ugye a szükséges felületen. Jelentős számú diák jelent meg az intézményben, akiknek valamilyen előzőleg benyújtott kérvényük is volt. Ezeket a vizsgákat megelőző hónapokban bírálták el. Elég sok munkánk volt vele, mivel 179 tanuló jelentkezett ide központi felvételi vizsgára, és az adminisztráció ugye megelőzi azt, hogy ők mit meg tudják írni a felvételit. Nagyon sok volt az olyan gyerek, akinek valamilyen kérvénye is volt, ők mind megkapták azt, amit igényeltek ugye a vizsgához, és a környékből érkeztek hozzánk tanulók, Szentendéről és Budakalászról is a legtöbben. A 8. osztályosok jöttek elsősorban, ugye hozzánk ők, akik beiskolázódnak, illetve 2 darab hidas tanulónk van, aki idősebb, és ő nálunk írta meg a felvételi vizsgát. Van egy 45 perces magyar felvételi írásbeli vizsga, illetve 45 perces matematika. Azért nem jöhettek fel a szülők, mert nincs elég hely az iskolánkban, és a csendet biztosítani tudjuk a folyosón és mindenhol, ezért inkább megkértük, hogy később jönnek vissza a diákjaikért, vagy gyerekeikért. Elsősorban a javítás lesz, ami nagy feladat, ugye szét kell osztanunk ezeket a megfelelő szakos kollégáknak, akik a matekot és a magyart kijavítják, ők megnézik egymás munkát, és minden biztosan menjen. Majd csütörtökön jönnek a szülők, megtekinteni jöhetnek a dolgozatokat. Majd később az eredményről pedig levélben fogjuk értesíteni őket. A központi felvételi vizsga eredményeit tegnap tudhatták meg a tanulók, akár szüleikkel is érkezhettek a megtekintésre. Szintén a tegnapi napon volt lehetőségük az esetleges fellebbezésre. A középfokú iskolákba február 18-áig jelentkezhetnek a diákok. Változik az ügyfélfogadás február 7-én. A Városi Ügyfélszolgálat február 7-én csütörtökön 10 órától fogadja az ügyfeleket, tette közé a város weboldalán dr. Gerendás Gábor jegyző. Végül a hétvége várható időjárásáról.
Szombaton kezdetben többfelé kisüthet a nap, majd nyugat felől felhők érkeznek. Délután északnyugaton hószálingózás, havazás, helyenként havas eső alakulhat ki. Időnként élénk lesz a nyugati, délnyugati szél. Napközben -4, +3 fok ígérkezik. Vasárnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, nyugaton ónos szitálás is előfordulhat. Napközben számottevő csapadék nem várható, időnként a nap is kisüthet. Délután -2, +6 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink. Megtartotta idei első fórumát a Városháza dísztermében, a Szentendrei Idősügyi Tanács január 22-én. Nyílt napot tartottak az MH Altiszti Akadémián csütörtökön délelőtt. A programok egészen kora délutánig tartottak, amire több mint 150 érdeklődő érkezett. Változik az ügyfélfogadás. A Városi Ügyfélszolgálat február 7-én csütörtökön 10 órától fogadja ügyfeleit. Ez volt a híradó a TV Szentendrén. Maradjanak velünk, mert hamarosan Művészváros című magazin műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Ha még több helyi hírre kíváncsiak, nézzék meg a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásunkat. Ne feledjék, a Facebookon is megtalálnak bennünket. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!